közel 800 fő szabolcsi település évről évre komoly fejlesztésekbe kezd. Balsa önkormányzata idén egy 240 millió forintos toppos pályázatot nyújtott be, amelyet meg is nyert, sőt a tervezett fejlesztést már meg is valósították. Balsán egy nagyon régen problémát okozó útnak a felújítása történt meg, ez a Csáki utca. Ez egy külső ipari ipari területhez hasonló területhez ment, ez egy gazdasági övezetben, de ipari jellegű terület besorolással lévő vállalkozásoknak a megközelítését segítette elő. Ez a falunak is segített részben, mert a belterületi része a temetőnél van, és ugye nagyon jó, hogy meg tudjuk közelíteni szerencsésen, de természetesen a fő cél a vállalkozások idevonzása volt, és a vállalkozásoknak, a nagy teherbírású kamionjainak, hogy ezeken az utakon tudjanak haladni, és ne okozzanak sérülést, és még a lakóknak is nagyon jó, mert ugye itt már ezek viszonylag simulékonyan mennek ezek a járművek, és akkor így azt gondolom, hogy a megfelelő teherbírás is biztosítva van, és a nyugalma is a falunak. Az elkészült út műszaki átadása október 1-én megtörtént, és a városlakunk már használatba is vették. Jelenleg a pályázathoz és kivitelezéshez kapcsolódó elszámolás van folyamatban. Balsának nem ez az egyetlen nagy beruházása. Folytatjuk ugyanígy topos pályázatokkal, illetve pályázattal a jövő évünket. Most kaptuk meg a napokban a támogatói okiratot, egy 78 millió forintos energetikai pályázatot sikerült elnyernie a Balsa településnek. Az általános iskola volt, általános iskola épülete, ahol jelenleg az óvoda működik. Sajnos csak 1980-as évek végén tudtuk felújítani, úgyhogy rászorul egy igazán komoly energetikai beruházás. Ez teljes szigetelést és nyílászáró cserét jelent, valamint az épület tetején napelemeket is elhelyeznek majd. Ennek kiegészítéseként az önkormányzati hivatal energetikai felújítása is megtörténik jövőre, ezzel pedig az önkormányzati intézmények nagy részének felújítása befejeződik. A következő lépés a turizmus fejlesztése lesz, azonban az ehhez kapcsolódó fejlesztések még távoli tervek, tette hozzá a település polgármestere.